Dupla ünnep. Elintézem, Sarah. Ma korán elépek. Köszönöm, hogy beszállsz helyettem, Bex. De be kell fejeznem a jelmezeket Louis iskolai darabjához. Utálom rád testálni, de... Anya és apa sem érnek rá. Nem tudom, hogyan megoldani. Én tényleg örömmel átveszem. Még sose csináltam. Szeretem a kihívásokat. Nem keresem őket, mint a kis húgom, de... Hagyd abba, te is csinálod. Korán ott leszek, hogy segítsek. Léci, hívj, ha bármiben kellek. Ó, hidd el, el kell majd a segítség. Szóval figyeld a mobilot, szia! Elnézést. Már a liftben egy menő öltönyös pasival. Mondj neki valamit, és siess, valami készül. Szép volt, Rebecca? Szia, Rebecca! Jó reggelt, Erin! Na, beszéltél az öltönyös pasival? Nem, most sem. És mi olyan sürgős, miért siessek? Vanessa bejött ma reggel. Kipakolta az irodáját, és 8:30-kor távozott az utcaival. Várj, Vanessa itt volt 8:30-kor, mert ilyen még sose volt. Ahogy mondod, ami csak egyet jelenthet. Felmondott. És most, hogy az igazgató helyettes úgy tűnik lelépett, megüresedett egy szenior vezetői pozíció. Ezt még nem tudhatjuk élni, csak spekulálunk. Felkészülünk, hogy sokkal előbb tudjál lépni, mint Chris. Neked több tapasztalatod van. És ha előlépsz, akkor én is. Te se akarod, hogy Chris diktáljon nekünk. Ne is mondd, már most is főnökösködik. Pontosan. Ezért kell beszélned Jane-nel, mielőtt ő beszél. Ja. Mert nyilván olyan jól oda tudom tenni magamat, mint ahogy a liftben is. Várd ki, egy nap majd meg is szólítod. Uh-huh. Tudom, hogy hívják az öltönyöst, és mit csinál. Jól van, akkor kiderítem, hogy mi a helyzet. Rendben. Ó, Rebecca. Igen? Boldog hanukát. Jó reggelt, Victoria. Szia. Holban neveltek fel, Chris? Neked is jó reggelt, Rebecca. Bár szerintem nem éppen ezt mondanánk erre a helyzetre. Nem láttam még állatot a lábát felrakni, ahogy nincs mérgező tojás, sem menő tehén. Hey, ha látsz egyet, szólj nekem, és vicces lenne. Nem mosolyogsz, ahogy szoktál? Tudod, mi történt Vanessával? Nem, korán jöttem ma, hogy befejezzem ezt az engedélyt a Fletcher Avenue-i társasházhoz. Amúgy szívesen. Várj, mi? Most akartam megcsinálni. Nem kell, már nem szükséges. Gyorsnak kell lenni, még kosaraztam is. Amikor Vanessa elment erre, egy szót se szólt. Pedig mindig nevet a vicceimen. Remélem, hogy mielőbb kiderül, hogy mi folyik itt. Csináltam ütemtervet a projekthez, de kell van ez a jóváhagyása. Akarod, hogy megnézzem? Hogy biztos? Mi az? Már régebb óta vagyok itt. Igen, hogy is felejthetném. Tudod, 6 évig voltam projektmenedzser a régi cégemnél. Hogy is felejthetném? Hé, ha Vanessa tényleg lelép, akkor hamarosan nekem fogsz jelenteni. Na, ez egy jó vicc volt. Így nézel ki, amikor mosolyogsz. Nagyon furcsa. Van ez a csapata a tárgyalóba. Nézd meg, ő egy... Egy robot? Nem, ő egy profi. Nem azért van itt, hogy kedveljék vagy barátkozzon. Pont ugyanezt mondták a tévében a nagyőben is. Határozott és tudja a dolgát. Ez a célom nekem is. Vanessát, a korábbi vezetőtöket elcsábította a Peter Kirk és társai, a legnagyobb vetélytársunk. De mi folytatjuk, nem süppedünk a problémákba. Mi lesz a Dorothy Jensen alapítvánnyal? Tudom, hogy Vanessa le akarta zárni ezt az ügyet. Én segítettem neki. Azt én veszem át. Hé, ti nélkülem dolgoztatok valamin? Én meséltem neki a lehetőségről. Proaktivitás. Szóval, mint azt páran tudjátok, 12 nagy ifjúsági központra és parkra tettünk ajánlatot szerte a városban. Ez nagy lehetőség nekünk. Kell ez a biznisz. És tudunk valamiben segíteni? Örülök, hogy megkérdezted. Rebecca. Persze, Rebecca, szabadon is foglak. Tiéd a karácsonyi buli. Inkább olyasmire gondoltam, mint az arculat. Talán pár statisztika. Jó vagy a prezentációban. De nem erre van most szükségem. Mindig van ez, hogy csinálta a céges karácsonyi bulit, ami most a szeniorjaira maradt. Vagyis te rád.
És rád is, Chris. Nem lenne jobb, ha én inkább a Jensen ügyet segíteném tető alá hozni, mert a kezdetektől követtem és ismerem alaposan. Mindkettőtökre szükségem lesz. Mel Jensen, az alapítvány feje, meg akar ismerni minket. Szóval meghívtam őt és a feleségét is. Örült az ajánlatnak, de még meg kell győznünk valahogy, hogy miért akarjon velünk dolgozni, és ne a konkurenciával. Szóval a bulink lesz a prezentációnk. Értve? Igen. Melyik szép? Emellett a buli mellett a Times Square olyan lesz, mint egy meditációs elvonulás. Jó. Látod? Egy robot nem is nevet. Mert nem voltál vicces, de legalább a nevedre emlékszik. Jane? Csak legyünk túl az ünnepeken és ezen az ügyön. Aztán eldöntöm, hogy kivegye át Vanessa helyét. Jó, persze, megértem, igen. Semmi gond, rajta vagyunk. Hát, ez jól ment. Értem, hogy kettőnkre testáltad, de ki tudná jobban megoldani, mint a zsidó lány, aki friss szemléletet hozhat. Szerintem meg ki tudná jobban megoldani, mint a fickó, aki jól tudja érezni magát. Nem a buli a lényeg, hanem hogy nyílbe üssük az üzletet. Na várj, miért ne lehetne egyszerre? Mivel nagy a tét a cég számára és számomra is. Miért akarsz előléptetést, hiszen élvezed a lazsálást? Jó van. Szerintem összekevered a játékosságomat. A felelőtlenséggel a kettő nem ugyanaz. Én itt voltam 8:30-kor, te meg beszambáztál. Jó van, dolgom volt, rendben? Nálad előbb szoktam beérni. De tudod mit? Átveszem a vezetést a bulinál, ha nem gond. Szerintem meg 50-50, ha nem bánod. Nézd, nálam a kulcs Jane házához, ahol a buli is lesz. Szóval, talán nézzük meg előbb, nem? Neked adta a kulcsot? Igen, mert bízik bennem. Add ide! Persze. Hát, kívülről elég jól néz ki, könnyű dolgunk lesz, csak kirakunk pár széket és pár süteményt. Remélem, mert nem találtam semmi tervet Vanessa irodájában. Biztos kész van, csak egy hét van hátra. Sehol egy fény, vagy egy dísz, vagy egy csipet karácsony. Sehol semmi. Szóval ez nagyon nem jó. Hát. Várjunk csak! Amikor felvettek a Bennett és Svenssonhoz, hetekbe telt a folyamat. Embereket nem vesznek át csak egy nap alatt. Vanessa tudta, hogy elmegy, talán már hónapok óta. És nem is tervezett volna a bulival? Szólnunk kell Jane-nek. Ne. Jane itt él. Ez a háza. Tudja, hogy semmi se történt, de azt hitte, van egy terv. Nem akar problémákat. Megoldást akar. És van megoldásod? Nincs, de lesz. Nekem is. Jól van. Elnézést. Szia, Sara. Jól van, hazudtam. Nem fogok tudni segíteni neked. Az összes jelmez rossz, újra kell szabnom őket. És te vagy a nővérem, úgyhogy nem lehetsz mérges rám. Gyerekek, Sara, senkinek se tűnik fel, ha hosszabb az ujjuk. Nekem igen, de átküldöm neked a lakkesz receptjét, ami amúgy nagyon könnyű. Én nem te vagyok, Sara, nekem elsőre sose sikerül jól. Dehogy nem, menni fog. Amint tudok, csatlakozom. Ah, jól van, szépen. Hé, minden rendben? Igen, rendben, sose jobban. Nézd, én nem is tudom, melyik a dühítőbb. Hogy Vanessa nem készült semmivel, hogy Jane nem emlékszik a nevemre, vagy hogy meg kell tervezzük mindezt Chris-szel. Ez egy lehetőség. Mutasd meg, hogy véghez viszel egy tervet. Ezt teszi egy vezető is, és itt az alkalom. Amíg Chris nem próbál túlragyogni, ami így lesz. Téged se féltelek. Ja, mégiscsak projektmenedzser vagyok. Hey, mondtam, hogy sajnálom, sürgős munkaügy volt. Majd kiengesztelnek. Most hétvégén. Ígérem. Jól van, rendben. Szia. Igen, mi ez? Semmi. Tessék. Ez a tiéd. Neked nem hoztam semmi. Nélkülem kell bevásárolnod, dolgom van. De kitaláltam egy témát. Ízléses lesz és előkelő. Fehér karácsony. Unalmasan hangzik. Elegáns. Minden letisztult és nett.
Fehér ezüst jól fog kinézni Jane házában. Nem is tudom. És mutatja az esztétikánkat. Le vagyok lombozva. Nem leszel, ha meglátod. Akkor majd bocsánatot is kérhetsz. Előkelő karácsony, így szerzünk előkelő ügyfelet. És mi lehet olyan fontos, hogy helyettet kell bevásárolnom? Hanuka első estje, és jön hozzám a családom. Gondolj erre, mint a te részedre a 50-50-ből. Ja. Jól van. Szóval elnézést a tudatlanságért, de nem sokat tudok a Hanukáról. Tudom, van menóra, gyertyák, dreidel. Mm. Ugye? Dreidelnek hívják. Mm-hmm. Azt a családom nagyon komolyan veszi. Attól én is versengő leszek. Te? Versengő? Nem, nem hiszem el. Jól van. Meg akarod ismerni a Hanukát? Mondjuk, hogy ez a telefon 10%-on áll. 8 napig kibírja feltöltés nélkül. Ez egy csoda. Ez a Hanuka. A Hanuka egy mobilról szó? Hello. Csak tessék. Szóval az nem szállunk ki a liftből? De, persze, hogy kiszállunk. Ez mégis mi volt? Tetszik neked? Az öltönyös fickó. Egy hívják? Furcsa egy név. Egy becenév, rendben, mi adtuk neki, nem is ismerem. Figyelj, 7 napunk maradt megrendezni a bulit, és ketyeg az óra. 7 nap az rengeteg. Ha vizsgálatra vársz. Vásárolj be! Ez vicces volt. Gyerünk, Rebecca. Vagyok kész. Boldog... Szia. Hello. Hello. Bocs, hogy zavarok, az irodában hagytam a mobilomat, épp erre jártam, és van pár kérdésem a listát kapcsán. Honnan tudod, hogy hol lakom? Emlékszel, influenzás voltál, és elhoztam neked a holmi terveket, mert jó kolléga vagyok. Nem emlékszel, mindegy a listádon az áll, hogy fűzér. Egy. Ezt biztos nem így gondoltad. Miért? Mégis hány fűzér kéne? Karácsony lesz, Rebecca. Fűzérből sosem elég, pláne egy akkora háznál, mint Jane. Ó, ne! Ó, ne! Ó, ne! Ne, 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 ó! Ha a húgom csinálná, tökéletes lenne, de ez szemét. Most nagyon zavarsz, és nincs időm erre. Oké? Azt mondtad, kérdések vannak a listáról. Igen. Oda fog égni. Nem fog. Ez így jó. Alig sült át. Ha te mondod, de a véleményem szerint a láng túl nagy alatta. A lista. Igen, ám. Jól van. Tudod, hogy hányféle méretben árulnak girlandokat? Nem tudom. 8? Ó, anyám, meglep, hogy mennyire semmit sem tudsz a karácsonyról. Tényleg lenyűgöző. Oké, ez egyértelműen barnul. Aranybarna vagy éget barna? Olyan barnás, de gyorsan válik égetté. Ja, nem, nagyon sisteregezés. Felhívjuk a húgodat? Tedd magad hasznossá, forgasd át, aztán tedd ki a papírra, hogy lecsöpögjön az olaj, ha kész van. Igenis. Meg is van. Na csak, valaki hirtelen utasításokat fogad el tőlem. Ez jó gyakorlás. Hát, emlékeztetlek, hogy mind a ketten az előléptetésre hajtunk, mert úgy látom, hogy állandóan elfelejted. Tudod mit? Állj arrébb, Rebecca. Egész életemben főztem, ezt most megsütöm, mivel nem látom, hogy neked menne. Szóval, az olaj a lámpában 8 napig ég? Igen, amíg a zsidók újraépítették a templomot. Ebben annyi olaj van, hogy egy hónapig is égne. Tiszteld az olajat, mondhatnám. Hanuka alatt senki se fogy le, és a geltet még el sem magyaráztam. Ah, na ezt értem. Egy ex-barátnőm ahhoz nagyon értett az ágyban. Gelt? Az egy csokoládé. Ah, annál jobb. Az nekem való. Hello, megjöttem. Jól van, rendben. A húgom megjött, szóval te el is legalább lehetsz. Párat elcsomagolhatok? Úgy sajnálom, hogy késtem. Semmi gond. Jöttem munkába állni. Jól van. Ki ez a konyhádban? Az öltönyös fickó. Mi? Úgy néz ki, mint egy öltönyös fickó? Nem tudom, kötény van rajta. A Chris, a munkatársa. Gyerünk, menjetek. A munkatársa? Jó, igen, azt hittem, hogy borzol. Sziasztok. Hello. Akkor miért főz a konyhádban, és miért nem mondtad, hogy jó képű? Ezt hosszú, nem jó képű, és biztos nem ezzel a szóval jellemezném. Hello! Szia! Bocsi, hogy késtünk. Ugyan semmi. Jó illatok vannak. Igen. Ki az a jó képű pasas ott a konyhában? Hosszú történet. Ő Chris a munkatársa. Eddig terjed a tudásom. Borzalmas, Krisz. Anya!
Nem tudtam, hogy hozod a fiúdat is. De örülök neki. Nem. Evan óta sok időt eltel, és csak mert a húgot nehez ment. Nem kellett volna, hogy... Nem, Randi, rendben, nem, Randi. Az van, hogy munkaügyben kellett valamit megbeszélnünk, és bekapcsolt a füstriasztó. De már megy is. Ez a sztori. Elmegy? Ki megy el? Eves nélkül nem mehet. Nem. Keményen dolgozik. Hello. Ruth Hoffman. Macsorára maradnia kell. Örülök. Opa, ez micsoda. Hello. Jó van. Chris. Nem akarjuk zavarni a dolgában, gyertek? Vagy később beszélünk. Időm az van. Kifelé. Időm az van. Menjetek. Szépen, te bezzek nem sütsz nekem, látod? Fegyörgél. Nem maradhatsz. Ó, de nagyon is maradok. Abszolút, ki nem hagynám ezt. Ez csodálatos. Egész nap el tudok itt főzőskézni. Még szép, hogy maradok. Nézd, figyelj. Szeretném továbbra is fenntartani a profizmus látszatát a munkában. Jó. Szóval, bármit is megtudsz rólam, vagy hallasz valami kínosat, az itt marad. Rendben? Ez érdekes. Úgy hangzik, mintha valaki titkolna valamit. Vagy kellemetlen a múlt, amelyik az mindkettőt nagyon izgatna. Nem erről van szó. Érted? Csak reggelente két ruhát veszünk fel. A valódi ruhánkat és a képleteset. Szeretném, ha a képletes ruhám megmaradna vérbeli profina. Jól van. Rendben. Ahogy akarod. A titkod biztonságban lesz nálam. Na, ki éhes? Meghoztam a latkeszt. Holnap is csatlakoznod kell hozzánk, Sarah. Így van. Igen, ma befejeztem a jelmezeket, szóval jó lesz a holnap. Tudod, azt hiszem, Krisznek már van holnap programja. Igen, van egy meccs. Islanders? Felveszem. A Dreidel után együtt megnézzük. Ha hét estét velünk töltesz, akkor megmutatjuk, hogy csinálja a Hoffman család a Hanukát. Várom. Én is. Finom lett. Anyám! Gyerünk, Kirby! Szedd el! Tedd el! Dobd be! Dobd be! Jól van! Erről van szó! Bob is unyogni akarna, de nem fog. Nekem fog jönni, hogy zsákoljon. Nem tévedsz. De nem hagyjuk, mert itt vannak a védőim. Ne hagyjátok! Itt jön LeBron James is, elveszi! Így kell ezt csinálni! Ez az! Srácok, szép játék, vége van. Mennem kell dolgozni. Mi? De hogy? De téli szünet van. Mi van a mézeskalácsházzal? Rendben, egyet csinálhatok. Készítsd elő, Kirby. Most is dolgozol? Igen, nagy projekt, izé. Nagyon motivált vagy. Tesszük, amit tennünk kell, hogy előre jussunk. Nem, ha nem vagy boldog. Ki mondta, hogy nem vagyok? Az arcod? Az arcom hazudik. Figyelj, szeretem a munkámat. Ez egy jó munka. És ha minden úgy megy, ahogy remélem, még több ilyen helyet építhetünk, mint ez. Mi lehet ennél jobb? Jól van, tesó. Ne az ajándékot! Szia! Hogy késtem? Nem csak neked van dolgod, nekem is vannak prioritásaim. Kosárlabda? Tervezhető prioritások, de mondtam, hogy 10-re itt leszek. 10:19 van. Közben jött valami, látom, hogy befejezted a vásárlást. A nagyját, mivel valakinek könnyű elterelni a figyelmét. A családod mondta, hogy maradjak, nem akartam bunkó lenni. Várj. Jane itthon van? Nincs. Ő elment. Üzleti út. San Francisco. Honnan tudod? Mert felhívott. Jane felhívott. Személyesen? Kedvel engem. Hey, mondom neked, hogy tanulhatsz ezt azt tőlem. Várj, és mit mondott pontosan? Chris, mit mondott? Kösz, hogy besegítesz. Sokat fektettem az előléptetésedbe. Ja. Önzőnek az indokaim. Jól van. Akasztuk fel ezeket a fényeket, amik Chris a gyakornokokkal elhozza a fákat. Ne! Miért? Vele kell menned. Nem hagyhatod, hogy csak úgy jó pontot szerezzen bármiért. Ez háború. Azért ez egy kicsit túlzás. De igazad van. Csak jó egy kicsit nélküle lenni. Majd 7 nap múlva, miután tiéd az állás. Ha eldönti addigra. Jól van, elmegyünk, szerzünk fákat, 1 óra múlva visszajövünk. Várj, Chris, én is veled megyek. Hogyan? Jobb, ha ketten együtt választjuk ki a fákat. Különösen a főfát.
Ez csak egy fa, megoldom. Ez lesz a szoba éke. Közös döntésnek kéne lennie. Jól van. Rendben. Hát maradhatsz és segíthetsz Amynek. Csináld, amit Amy csinál, Rebecca meg velem jön. Szerencsémre. Jól bele kell húznunk, ha korán akarunk végezni a Hoffman család Dreidel csatájára. Ugye nem jössz? Viccesz velem? Ki nem hagynám, ahogy a családot felvezette. Mi több lemondtam egy fontos programot ezért a Hanuka ünneplésért. Barátnő? Ó, miért kérded? Féltékeny vagy? Viccesz? Féltékeny? Kizárt. Maradjunk annyiban, hogy egy fontos személy az életemben. Na most ki titkolózik? Talán nem kéne lemondanod. Ne okozz csalódást. Ez nem fog bejönni. Ott leszek. A családom sok tud lenni. Bírni fogod? Hogy megnézzem, ahogy idén is megvéded a címedet? Ki fogom bírni? Látod, mindent tudok erről. Apád mondta, hogy minden évben te nyersz. Igen. Nem veszít. Sem abban, sem a munkában. Szint úgy. A családom mindig faiskolából szerezte be a fát. Sose választottam még karácsonyfát. Ja. Mármint segítettem dekorálni. De hol kezdi az ember, hisz mind ugyanolyan. Várjunk csak egy percet. Azt mondod, hogy erre a feladatra nem vagy teljesen felkészülve? Nem ezt mondom. Na jó, így van. Figyelj, csak mi van, ha te irányítasz és ketten döntünk? Jól van. Jó? Rendben. Oké. Kérj bátran. Mit kérjek? Segítséget. Ez most lesz először, és akarom hallani. Chris? Igen, Rebecca? Elmagyaráznád, hogy kell kiválasztani a tökéletes karácsonyfát? A legnagyobb örömmel. Neked milyen érzés volt, mert én nagyon élveztem. Szóval van itt luc, erdei, ezüst, cédrus, de a lényeg, hogy mi akad meg a tekinteted. Amit keresünk az előtérbe, az figyelemfelkeltő, mert ez lesz az első, amit a vendégek látnak. És honnan tudsz ennyi mindent a karácsonyfákról? Kamaszkoromban árultam karácsonyfákat, cipeltem őket, felraktam a kocsikra. És hogy léptél előre a karácsonyfa szakértőből ingatlanfejlesztővé? Tényleg érdekel? Persze, igen. Miért? Hát, mert már egy éve egymás mellett dolgozunk, és ez az első alkalom, hogy rólam kérdezel. Nem is igaz. De, így van. Tényleg? Hát, az egyetemen építésznek tanultam, aztán üzleti menedzsmentre váltottam, mert nem bírtam nyugton ülni. És a munka oldaláról meg ez jobban vonzott. Mint, hogy egész nap az asztalnál üljek, vándorolva, cégtől cégig. Kisebb cégek. 8 éve itt landoltam, és azóta itt vagyok. Szóval, amikor megtaláltad a helyedet, maradtál. Nem tudom, hogy ez-e a helyem. De jó meló. Jól fizet. Te nem élvezed? Kedvelem. Akkor miért akarod ezt az előléptetést? A munka rengeteg stresszel jár. Az ifjúsági központok miatt. Nem izgatott ennyire egy projekt sem már jó régóta. Te miért akarod ezt ennyire? Szeretem végignézni, ahogy egy üres térből épület lesz. A helyére rakod a darabkákat, és hirtelen egy otthonná válik, ahol emberek élnek, vagy egy üzlet, mások megélhetése. Létrehozni valamit a semmiből. Habár minden erőfeszítésem ellenére úgy tűnik, mégsem tudok előrelépni a következő szintre. Hát, ez változhat ezzel a bulival, mert szerintem megvan a karácsonyfánk. Bemutatom neked a Douglas fenyőt. Elnevezted? Ez most komoly? Te semmit nem tudsz a karácsonyfákról? Sokat kell még tanulnod. Arra gondoltam, hogy csináljunk egy fehér karácsonyi bulit, ahol mindenki fehéret visel. Írok egy levelet erről a vendégeknek. Ó, és találtam egy csodás vonós hármast a neten.
Minden karácsonyi dalt eljátszanak, és ők is fehérben lesznek. Küldöklink. Mi az? Elég... unalmas. Nem unalmas. Ez elegáns. Azt hiszem, én inkább farmer és sportcipő típus vagyok. Hát, ez nem rólad szól. És nem is rólam, hanem a benyomásról. Igen, de jó benyomást kell tennünk. Ez az. Jó benyomás, tudom, mit csinálok. De a fa kapcsán tényleg igazad volt. Micsoda? Mém volt? Nem mondok semmit. Igazad volt. Ha. Nem lógnak rajta unottan a díszek. Szép munka. Látom, mit akarsz. Ó, ez most komoly. Mi baj? A szimmetria teljesen felborult. Rendben van a szimmetriája. Nem, nézd. Itt egy lyuk, hatalmas lyuk. Nézd meg, de hátrébről, mert az egész fát kell látnod. Ne csak a te részed. Ez csapatmunka. Elnézést, tudom, mi a csapatmunka. De el kell mennem egy időre. Megígértem húgomnak, hogy segítek előkészülni. Akkor ott találkozunk. Ha csak úgy nem döntesz, hogy nem jössz. Ne is reménykedj. Boldog Hanukát! Boldog Hanukát, drágám! Boldog Hanukát! Boldog Hanukát! Az utolsó estére kívülről megy majd. Így van, együnk! Jól van, itt az idő. Igenis. Rendben, mielőtt elkezdenénk, mindenki vállaljon egy önkéntességet. Várjunk egy pillanatot, fogalmam sincs, hogy miről beszéltek. Nyilván a lányunk nem készített fel téged a mi Hoffman Hanukánkra. Rebecca, ez a legnagyobb hagyományunk. Jól van, elnézést, ez sűrű nap volt. Csak első este ajándékozunk, aztán egy este önkénteskedünk, és a többit összeadjuk. Igen, az évek során a legszebb emlékek az önkénteskedésből vannak, szóval továbbadjuk a hagyományt a gyerekeknek. Tőlünk a karácsony, Sarahéktól a Hanuka. A srácok minden hagyományt megkapnak, imádom. Jól van, szóval adományok. A Toys for Tots-ot támogatnám, közel az irodám. Szép. Én az American Humane-t választom. Alzheimer kutatások. Chris? Mi van a Dorothy Jensen Alapítvány ifjúsági központjával a Campbell Parkban? Azt nem ismerem. Van egy mentorprogramjuk gyerekeknek. Pozitív példaképeket keresnek, és elkér pár segítőkéz az ünnepek alatt. Tudod, nem te vagy az egyetlen, aki elvégezte a háziát, ezért azért. Nem mondtam, hogy igen. Szerintem a héten egy estét a Hoffman család ott fog önkénteskedni a központban, Campbell Parkban. Remekül hangzik. Köszönjük a felvetést, Chris. De nem lehet akkor, amikor Louis fellép. Tudom, hogy lefoglal ez a buli, de eljössz, ugye? Igen, persze. Nem hagyom ki a kis haverom előadását. Izgalmas. Jól van. Rendben. A pénz. Tekintsd úgy, mint a Vegas-i zseton. Csak értékesebb, mert utána megeheted. Ez az. Csak itt ígértél. Akkor készen állsz? Én készen állok. A kérdés az, hogy ti készen álltok-e Rebecca vereségére? Azt hiszem. Nem hiszem el, hogy nyertél. Majd túl leszel rajta. Engem is meglep, hogy megkedveltem a családot. De tényleg? Persze. Mindig is nagy, zajos családra vágytam, és az őrült szokásokra. A szokásaink nem őrültek. Inkább egyediek. Tudod, hogy értem, klasszak. De tényleg, ha családom lesz, szerintem inkább őrültek lesznek. Na, ezt egy percig se kétlem. Biztos nektek is voltak hagyományaitok. Amíg apám velünk volt. 9 éves voltam, amikor meghalt. Én nagyon sajnálom. Aztán az anyámmal ünnepeltünk, de a hagyományok egyszerűsödtek. De sokat főztünk együtt például. Ezért tudtál latkeszt csinálni. És jobb volt, mint a húgodé, igaz? Be kell ismernem, hogy nagyon élveztem, mennyivel jobb volt az övénél. Igen. Ez az. Te más ember vagy a családod körében. A melóban 2 lábbal a földön járok. Ha egy nap főnök akarsz lenni, akkor már most olyannak kell lenned. Hát, sokan azt mondják, légy önmagad. Önmagam vagyok, csak szelídebb verzió.
Igen, hát jobban tetszik ez a Rebeka. Sokkal jobban, mint az irodai Rebeka. Jól van, értem. Értem. És... És? Hát egy bókot azt illik viszonozni. Vicces vagyok. Jól van, rendben. Te nem vagy olyan elviselhetetlen, mint gondoltam. Ez egy jó kezdet. Így van. Várj egy percet. Csörög a telefonom. Jane az. Szia, Jane. Kihangosítalak. Itt van Rebeka. Szia, Jane. Messze vagyok zavarodva. A dekoráció nagyon szép, meg minden. De mit mond el ez rólunk? Azt akarom, hogy Mel belépjen ide, és azt gondolja, ők az emberi. Igen, persze. Ez még csak az első fázis. Igen, Jane, első fázis. A sok közül. Várja, míg meglátod a második fázist. Le fog nyűgözni. De nem úgy, hogy ez nagyon meglepett, hanem a legjobb értelemben. Jól van. Így legyen. Számítok rátok. Melnek mondtam, hogy kiteszünk magunkért. Ne kelljen magyarul. Nem, soha. 100%. Jó ét. Fehér, minden fehér. Jól van, elszúrtam. Szia. Szia. Át kell néznem a társasházi terveket az építésszel, mert az ügyfél változtatott. Aztán Jane házához megyek. Nem nagyon örült a témának. Mi baj vele? Úgy tűnik, identitásválságban van. Mert nem eléggé mutatja, hogy kik vagyunk a Bennet és Svenssonnal. Persze most mondja ezt, mikor már elköltöttük rá a teljes büdzsénket. Talán kitalálhatunk valamit, hogy feldobjuk. Igen, egyszerűen muszáj lesz. Hogy megy a dolog? Rendben. Kivéve, hogy nagy büszkeséget adott neki, hogy legyőzhetett. A Dreidelben? Igen. De ne aggódj, visszavágok. Valahogyan. Tudod mit? Hagyd rá. Nagyobb dologban kell megverned. És a csapat neked drukkol. Tényleg? Uh-huh. Jövök neked egy lattéval. Szia. Szia. Hello. Lattét mondtál, mert lemegyek és hozhatok neked is. A rivális a segíted? Nem, kérlek, muszáj kávét innod, mert rengeteg a dolgunk. Tudom, de veled megyek, mert hozunk kávét az egész csapatnak. Mert nekik is muszáj kávézniuk, csak kérek 5 perc. Igenis. 5 perc. Amennyit csak szeretnél. Gyors leszek. Csak felhívom az építést. Aha. Igen. Jó. Mennyi kávét kell vinnünk? 4-5 talán. Várj, állj meg. Állj meg. Az öltönyös fickó. Igen. Miért nem derített ki, hogy hívják? Mert ilyet nem csinálunk. Dehogy nem. Nem. De igen, így szokták. Tudod, nincs időnk rovizni. Ne. Te jó ég. Sajnálom. Még nyilván nem ittam meg a kávémat. Ugyan, semmi gond. Te vagy a liftből, ugye? Rebeka. Spencer, örülök, hogy végre bemutatkoztunk. Igen, én is. Mármint örülök. Én is örülök. Igen. Az én nevem Chris, a munkatársa. Az 5. dolgozol, ugye? Igen, így van. Ingatlan ügyvéd vagyok a Délbrook Lónál. Tessék. Mi meg a Bennet és Svenssonnál pár emelettel feljebb. Amúgy Jim Bennet az egyik ügyfelünk. Mi több, a főnököm szerint 4 évbe telt, miután beköltöztünk, hogy megszerezzük ügyfélnek. Ja. Egy kemény dió. Igen, az már biztos. Most eljövök, megyek is rendelni. És te is jössz Jane éves karácsonyi buliába? Úgy hallom, hogy nagy szám. Csak most csatlakoztam, szóval ez az első meghívásom. Nekem is. Még csak január óta vagyok a cégnél. És amúgy mi szervezzük, ő és én. Nem, mintha szükségem lenne rá, csak ránk osztott a feladatot Jane, szóval. Hát így. Ez nagyszerű. Így még jobban várom már. A liftben találkozunk. Igen. Persze. Ki vagy te, Dorothy Jensen alapítvány? És mit képviselsz? Nem fogsz rájönni semmi újra, amit eddig ne tudnánk. Egy filantróp, adakozó, aki szerette az anyját. Hogy fordítjuk ezt le egy bulira? Ne ráfókuszálj, hanem inkább ránk.
Ránk? A Bennett és Svenssonra. Ja, igen, persze, értettem. Bele kell húznunk. Este lesz az unokaöcsém előadása. Ah, tudod mit, nekem is van programom. A héten a munkán kívül nem nagyon volt másra időm, szóval örülhetsz neki, mert nem tudok jönni az unokaöcséd ünnepi előadására. Hát, egy este nélküled nem hangzik rosszul. És inkább nem lennék itt, amikor Jane hazajön. Úgy tűnik, mellette nem tudom kifejezni magamat. Erről van egy elméletem. Csak nem. Aha. Gondolom, ezt most megosztod velem, akár akarom, akár nem. Ezt helyesen gondolod. Mivel veled és a családoddal lógtam ezen a héten, egy kicsit megismertelek. Tessék, azt hittem, nem is tudod, hogy ki vagyok. Szerintem igen. Jól van, akkor kérlek. Chris, mondd el, ki vagyok, erre az infóra szükségem van. Nem. Kézen állsz rá. Ha akarsz valamit, ha nagyon akarsz, akkor befeszülsz, és szerintem ez azért van, mert másnak akarod mutatni magadat, mint a munka Jane-nel, vagy az öltönyös fickó, talán ez a buli is. Jól van. Van egy vízióm, ahogy az életemet látom. Sarának minden sikerült, és én meg itt vagyok. Mi a víziód? Valahol mindig azt hittem, hogy egy napon majd különleges életet fogok élni. És majdnem elértem a volt cégemnél, aztán tönkrementek. És annyira készen állok már a váltásra, hogy ha nő a tét, azt hiszem, hogy elveszek a feszültségben. Te mondtad, hogy két lábbal jársz a földön. Ha az emberek látnák a valódi énedet, amikor a családdal vagy. Mert velük olyan egyszerű. A család szereti az embert hibákkal. De ezeket a hibákat csak te képzeled. Sajnálom, de a hugod se olyan tökéletes. Hé, nem mondhatsz rosszat a hugomra, csak én mondhatok a hugomra rosszat. Nem így értem, a hugod remek, de te is az vagy. Ha ellazulsz, és azokat az energiákat az élet más területein is kamatoztatni tudnád, főnyeremény lennél. Rendben, beviszem a családomat a munkahelyemre. Na, ezt elképzeltem. Ez az, ami hiányzik. Hogy? Mi? Most elvesztem. A család, ezt kellene a buliba is behoznunk. Jó van, még mindig totál nem értem. Mindent át kell gondolnunk, amit eddig csináltunk. Megválunk a fehértél, örömmel eldobom. Igen, a puccos és elegáns, az nem a Jensen alapítvány valósága. De ez az. Szólnunk kell Jane-nek. Rendben. Összezavartál, de csináljuk. Gyerünk! Castle Grove általános iskola, a karácsony csodája. Minden fiúnak és lánynak a világon, emlékezzetek, hogy legyetek jók, különben nem kaptok ajándékot, csak virgácsot. Tőlem azt kap? Vajon mihez kezdenek a díszlettel, ha vége elősorban? Elbontják, újra hasznosítják, nem tudom. Oh, imádom. Akkor legyen a tiéd. Szia! Szia! Ugye, Jane már itt van. Rendben. Lepakol az irodájában. Kész vagy? Igen, készen. Jól van. Oké, szóval, amikor előadjuk, vitte a prímet. Igen, igen, erősnek kell látszanunk, meggyőzőnek. És nem hiszem, hogy Jane engem ilyennek lát. De azt is kell mutatnunk, hogy egység van köztünk, hogy több pénzt adjon. Egység? Félsz, erő. Hogy a busz elé löklek? Mert ezt terveztem, de meggondoltam magam. Ahogy én is. Persze. Jól néz ki. Jó reggelt. A Fletcher társasház ügyfele üzenetet hagyott. Tudtok erről valamit? A látványtervet jóvá hagyták. Nincs változás? Nincs. Mind aláírtuk, és jöhet a tervezési fázis. Meséltem nekik Vanessáról, de hozzátettem, hogy Rebecca és én visszük az ügyet. Elégedettek voltak? Igen, szerintem azok. Jó. 10 percem van rátok még a nagy meeting előtt. Vettük, remek, szerintem Chris fogja elmagyarázni. Azt fogom csinálni, hogy hagyom, hogy Rebecca elmondja az ötletét. Mivel az ő ötlete, bárcsak learathatám a papírokat, de nem lehet. Most már észre fog venni. Rendben. Jó, igen, rendben. Szóval, tehát egy dolgot tudunk.
hogy a Dorothy Jensen Alapítvány egy családi vállalkozás. Minden hivatalnok a szervezetnél egy Jensen. Így igaz. Szóval, most van Hanuka, és rájöttem arra, egy hét családdal töltött idő után, hogy ettől olyan különleges az ünnep. Mindegy, hogy ünneplünk. A család. Akkor adjuk a legjobb énünket, amikor velük vagyunk. Szóval, a legjobban úgy tudjuk megmutatni Jensennek, hogy kik is vagyunk a Bennet és Svenssonnál, ha egy hagyományos családi karácsonyt rendezünk. Mint egy életre kelő ünnepi képeskönyv. Így is gála marad. Olyan, amit az egész család is élvezne. Mutassuk meg az alapítványnak, hogy ugyanazok az értékek fontosak nekünk is. Mert ez igaz is. Jó sokba kerül. De aztán jó legyen. Mi? Ez egy igen volt? Ez egy igen. Komoly? Igen, mondom. Mert te csodás voltál. Köszönöm. Tudod, le kell állnunk ezekkel a liftes találkozókkal. És egy valódira cserélnünk, úgy értem. Gondolod? Elrabolhatlak 10 percre egy kávéra, mielőtt odamész, ahová menned kell. Hát éppen én is egy kávéért mentem volna, magam is. Ó, jó az időzítésem, szerencsémre. Nagyjából nekem olyan 6 percem van, mielőtt a kollégámmal találkozom. Csomó feladat vár ránk még Jane partia miatt, és kevés az idő. Hát, ügyvéd vagyok, gyorsan beszélek. Akkor jó, csináljuk. És Tulén után a Berkeleyn tanultam jogot. Vagyis eddig már 6 különböző államban éltem. Én csak itt éltem. Vagyis ez egy szép hely. A családom is itt él, és láthatom a húgom gyerekeit is. Hát szerintem én nem láttam az unokaöcsémet a keresztelése óta. Albanyban laknak, és mindenki nagyon elfoglalt. És hány éves? 8. Ó, az hosszú idő. Én el se tudom képzelni, hogy ne lássam a családomat 7 évig. Mi a helyzet veled? Mesélj magadról. Eddig csak én beszéltem. Munkaköri ártalom. Hát, én... igen. Éppen lejárt az idő. Csak 1 perc. Akkor pótoljuk be. Mi lenne, ha megadnád a számodat, és valami más helyen folytatnánk? Persze, örömmel. Oké. Okay. Rendben. Tessék, akkor hamarosan. Számíthatsz rá. Jól van. Szép napot. Neked is. Szia. Na jó, megkérdezem. Egy-egytől tökéletesik skálán, hová raknád őt? Ezt nehéz pár perc alapján belőni, de kedvesnek tűnt. Ja. Igen. Én se sokat beszéltem vele, szerintem. Nem is tudom, talán egy 2-es. Mi? Ha-ha, vicceltem. Egy erős 8-as. És még fejlődhet. Rendben? Igen, majd meglátjuk. Leszednéd a fákat a nappaliban, oda fogjuk rakni az asztalokat. Rendben. Émi, nálad minden rendben? Igen, minden. Jól van, szuper. Csinálni fogok egy kis helyet, oda át a Mikulás falunak. Te felépíted a Mikulás falut? Tényleg megváltoztatod? Nem, megkapjuk a díszletet az unokaöcsém előadásából, és nagyon cuki. Ez igazán tökéletes lesz. Vár az előléptetés. Hát, nem tudom, lehet, hogy Krisz kapja. Nem az, akinek gondoltam. Egy pillanat. Hé, szóval csak azt... Bocsánat. Lemondom a családomat ma este. Nélkülünk önkénteskedhetnek. Ne. Túl sokat ennivaló. Menned kell. Ez a családi hagyományotok. Jól van. Bevallom, rendeltem egy dekorálós csapatot. Tényleg? Igen, ne légy dühös. Ne haragudj.
saját hatáskörben nem érünk a végére, ha valaki... Nem, ez tényleg jó ötlet. Nem is tudtam, hogy ilyen van. Azt hiszem a Hanuka dekorálás kevésbé macerás. Igen, hát szerintem Hanuka dekorálást is vállalnak. Jó, talán jövőre. Figyelj, Krisz, nem már... Jönnöd kell ma este, az egész a te ötleted volt. Igen, megyek, ha tudok, igyekszem. De neked kell menned, ez a ti hagyományotok. Köszi. Ah, a Mikulás faluja megérkezett. Hát nem tökéletes. Jól van, srácok, ide be kéne hozni a másik nagy szobába. És aztán mutassátok meg, kérlek, hogy kell újra összerakni. Szia, el fogsz késni, nem kéne indulnod? De, kösz, hogy befejezed. Persze. Hát, így már is sokkal jobban néz ki, szerinted? Na mindenit, a srácok imádni fogják. Tudod, olyan, mint a gyerekkoromban. Amikor hárman voltunk, ez jelent valamit. Egy biztos, egyikünk megkapja az előléptetést. Szerintem is. Akkor később. Megpróbálom. Úgy örülök, hogy ezt csináljuk. Ezt nézd meg. Szia, kincsen. Daphne-ra várunk az igazgatóra, hogy eligazítson minket. Elnézést a késésért. Üdvözlöm, Daphne vagyok. Önök hol vannak? Igen, Rusz vagyok, telefonon beszéltünk. Igen, Daphne. Üdvözlöm. Úgy örülünk, hogy mind velünk tartanak. Jöjjenek utánam. Jól van, menjetek csak. Kész is van, mehetsz is, de vigyázz, mert forró. Rendben? Krisz! Hé, elkéstél! Késtem, de itt vagyok. Jobb később, mint soha. Jó, megbocsájtok. Gyere, bemutatlak valakinek. Mi a helyzet, Krisz? Hát, tudod, beruháztam a Hoffman család hagyományaiba. Nem arra gondoltam. Ki ez a fickó? Igen. Szia! Mentor vagyok, nem meséltem? Nem tennél le? Furcsa, azt hittem, mondtam. Kirby, bemutatom neked Rebekát. Rebeka? Ő itt Kirby. Szia, Rebeka! Szia! Kérsz forró csokit? Igen, kére. Rendben. Szuper. Itt is. Köszönöm. Szóval, 11 éves vagy, akkor most 5-es? Igen, és Krisz segít nekem egy biológia projektben. Baktériumot tenyésztünk Petri csészében. Elég undi hangzik. De menő. Egyszerre menő, és undi. Ho, ho, ho! Most érkeztem az északi sarkról! Itt a Mikulás! Ebből a zsákból mindenkinek jut egy ajándék, szóval mindenki! Gyertek köré! Hé, Kirby! Nehogy kimaradj a jóból. Állj be a sorba. Jó. Na, a futáskölye. Kösz, Bobby. Hé, nem jössz? Ó, nem, nekem dolgom van. Ha? Ne, menj, intézem. Anyádnak nem kellek a pizzasütőnél, átjöttem ide, hát a segít. Látod? Rendben. De egy ideje nem kocsolyáztam, szóval elég béna leszek. Aha, de szerencsédre én nem bénázok. Ahogy a kölyköknek is mondani szoktam. Támaszkodj a csapattársadra. Na gyere. Köszönöm, Mr. Hoffman. Barty! Szia, apa! Szia! Bocsi! Jól vagy? Igen. És? Mióta mentorkodsz? Kirby a második. Az első Ohio-ba költözött a nagyszüleihez, de tartjuk a kapcsolatot. Nem is gondoltam, hogy ilyen titkos életed van. Nem reklámozom, ez rám tartozik. Meg Kirbyre. Ja, értem. És miért kezdted el? Amikor gyerek voltam, az anyám állandóan dolgozott. Egyedülálló szülő volt. Nem volt jelen, mert meg kellett élnünk, szóval egy ilyen hely nagyon sokat jelentett nekem. A mentorom máig része az életemnek. Egy nap az esküvőmön is ott lesz. Emberek, egy kis vigyázat!
figyelmet kérek. Köszönöm. Egy nagyon különleges vendég ugrott ma be hozzánk. A nagylelkű adakozónk, Mr. Matt Jensen, a Dorothy Jensen alapítványtól. Nagy tapsot neki! Köszönöm. Köszönöm, nagyon köszönöm a meleg fogadtatást. Micsoda klassz alkalom ez. Sokan dolgoztak ezért, és nagy tapsot neki. Nos, az anyám egyedül nevelt fel, és házakat takarított, hogy megéljünk valahogy. Mindig fontosnak tartotta, hogy erős példaképeim legyenek az életben. Szóval, miután feltalálta magát és az úgynevezett szuperfelmosót, rájött, hogy különleges dolgot ért el. És emiatt felelősséget érzett, hogy vissza is adjon. És ezért ez az alapítvány is ezt teszi. A város minden parkjában, az ő nevében. Aztán. És mindenkinek örülök, aki ma eljött. Ő is nagyon büszke lenne. Köszönöm. Megyek, beszélek vele. Kizárt, én is jövök. Nem hagyom, hogy csak úgy ellopd előlem a sót. Biztos, hogy nem fogsz lefagyni? Nem ez szokott történni? Ó, nem. Felébresztetted az alvó oroszlánt a tárgyalóban a múltkor. Ez a csaj megmutatja, hogy kell ezt csinálni. Tudtam, hogy nekem kellett volna beszélnem. Miért is vagyok ilyen jó fej? Ne, várj már! Várj, 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 várj rám! Gyere! Rendben, köszönöm. Mr. Jensen! Hello! Hello! Rebecca Hoffman vagyok, ő pedig Chris Coulter, a Bennett és Svenson-tól. Hello! Jim Bennett küldte magukat? De igazából nem. Nem, én az egész családommal jöttem. Itt önkénteskedünk. Oh. Ez egy Hanuka hagyomány a családomban. Fontos, hogy önkénteskedjünk, különösen az ünnepek alatt. Másképp ünneplünk, de ez egy közös ügy, igaz? Uh-huh. Igen. Én itt is mentorkodom. Hol hallott a programunkról? Nekünk nagyon hasonló a történetünk. Egyke gyerek, szingli anya, megértést és útmutatást keresünk az idősebbekben, típus. Tényleg hasonló. Volna egy-két ötletem az épülő központjaihoz. Például, ha lenne állítható kosár a kosárlabda pályán a kicsiknek is. Szerintem sokat jelent. Érti? Edzősködöm. Utána nézek. És azt is észrevettem, hogy a teniszpályák fele sosincs használatban. Ha abból párat kivenne és lenne egy görhoki pálya, szerintem még csapatok is alakulhatnának. Meg fogom fontolni ezt is. Amit csinálnak, az nagyon sokat jelent. Megtisztelő lenne, ha Bennett és Svenssonnal segíthetnénk, hogy több ilyen központ épüljön. Már tárgyalunk róla. Nem kell ennyire erőlködni. Jane Bullion, találkozunk? Igen, biztosan. Biztosan? Miért mondok ilyet? Nem tudom. Túllőttem a célon. Te? Most olvastam be neki, hogy az anyja szerelem projektjét fejleszteni kéne. Nem, csak tanácsot adtam. Minden jó vezető nyitott a tanácsokra. Nem tudom, mennyire volt nyitott. Tudom. Jól van. Mi csak tesszük tovább a dolgunkat, és hagyjuk, hogy a buli magáért beszél. Talán mostantól fogjuk be a szánkat. Igen, így legyen. Na, csak valaki korán kelt ma. Igen, fel is írhatsz nekem pár piros pontot. Nem. Én reggel az irodában kezdtem, befejeztem a bevásárlóközpont ütemtervét, mert nem csak ez a parti van a tányéromon. Hát, vissza is szívtam magadnak egy piros pontokat. Nagyon köszönöm. Ó, és tessék, ez volt az asztalodon. Oh. Az anyámtól jött. Mi így ünnepeljük a karácsonyt, te kicsit más, mint a tiétek. Anyám nővér, és minden karácsonykor dolgozik. Ez a fickó viszont elkészült. Szóval, pár nap múlva ismét csupán egy munkánk lesz. Alhatunk, az is hiányzik. Igen, de tudod, akárki is kapja az előléptetést, annak még több feszültségre kell számítania. El fogom tudni viselni. Ja. Ja. Ahogy én is. Nincs egy pékség se, ami hajlandó megsütni 300 sütit ennyi idő alatt. Egyet megoldunk, három jön helyébe, semmi gond, megoldom én, mi köszi. Mit tettetek? Ó, ne. Mit? Most hívott fel Mel Jensen. Oké, okay, nagyon sajnáljuk. Miért magyarázkodtok? Ti találkoztatok, ő le volt nyűgözve. És alig várja már ezt a partit. Ó, ez... igen... önkénteskedtünk.
az ifjúsági központnál, mindketten. Igen. Nagyon büszke vagyok. Így kell ügyfelet szerezni. Talán nem is kell várnom az új évig, hogy betöltsük azt a vezetői pozíciót. Köszönjük, Jane. Köszönjük. És így kell ügyfelet szerezni. Ez az. Éhen halok. Te nem akarsz vacsorázni? Most viccelsz? Neked lehet, hogy van időd enni, de nem vagyok lógós. Haza kell mennem 300 sütit sütni a süti dekorációhoz. Várj egy kicsit, erre gondoltál, amikor azt mondtad, hogy megoldod? Igen, te mire gondoltál? Hogy van valami titkos pékségkontaktod, és felhívod, hogy vízhelyzetrendelésed van. Azért gondoltál egy kicsit, hogy ez mennyire valószínű. Rendben, ez jogos, de... Várj, nem, segíteni fogok neked, mert nem tudsz 300 sütit egyedül megsütni. De igen, ha nem alszom, ami amúgy is jellemző rám most. Rám is. Benne vagyok. Segíteni szeretnék. Tényleg? Igen, együtt a bajban vagy, nem? De. Jó, menjünk. Jó van. Szóval, Mr. Menő öltöny. Szerintem azt a nevet kapta, hogy az öltönyös fickó. Igaz. De valójában Spencer. Elnézést kérek. Szóval, ez a Spencer, ő lesz a randid a partin? Mi? Viszünk partnert és a buliba? Nekem jön a családom, mivel családi lett, de nem tudtam, hogy... Én hozok valakit. Jó van. Jöhet a következő adag? Igen. Várjunk egy kicsit. Mi az? Ez most komoly. Te a dinoszauruszos formát használod a formázáshoz. Dinoszauruszossal is ki lehet vágni? Ugyanolyan finom. Nem, ezt nem, ilyet nem. Rénszarvas, hóember, hópihék. A gyerekek imádják a dinókat. Mindenki szereti a dinókat. De nem karácsonykor. Miért nem? Ó, igazad van, elfelejtettem a Mikulás történetét a repülő velociraptorokkal. Jól van. Mondd le a partit. Lőttek a karácsonynak. Szia! Ó, szia! Az idő megtakarítás érdekében rendeltem neked láttét, ha csak 6 percünk lenne. Hát, éppenséggel a mai napon úgy 15 percem van. Hé, ez egy örökké valóság nekünk. Igen. Köszönöm. Nincs mit. Szóval nyakunkon az ünnepek. A városban maradsz? Igen, én vagyok az egyik ügyeletes az irodában, mivel a családom is itt van. Na és te? Ha üzlettárs akarsz lenni a cégnél még 45, akkor fel kell áldozni egy-két ünnepet. És mit csinálsz karácsonykor? Na, dolgozom, többnyire. Néha barátokhoz megyek, vagy tudod, talán rendelek kínait. Mi is ezt csináljuk a családdal, igen. Még jó, hogy nyitva vannak, ugye? És nem rossz érzés, hogy ilyen távol vannak? Az én fontossági listámon az ünnepek alul vannak. Talán ez változik, ha bevesznek társnak. Értem. Vagyis szerintem az életem őrületében csak a hagyományok és az idő, amit velük töltök, éltet. Nekem kell. Nekem is megvannak ezek a pillanatok. De rég volt már. Mutasd még egyszer. Fel. Igen. Tessék, Pacsi. Pacsi. Ököl. Melkas. Kirby, Rebecca. Szerintem ideje meggyújtani a menórát. Hű, oda néz. Te emlékeztetsz engem, hogy gyújtsunk gyertyát. Rendben van, ha a gyufával gyújt. Igen, persze. Köszönöm. Baruch atah Adonai Elohim v'lechem olam Asher kitshanu bar mitzvotav V'tzivanu l'chadlik ner She'el Hanukkah Amen.
Barbie. És ezeket választottuk az jó reggel, Jane. Rebecca, mit keresel itt? Én itt dolgozom. Azt hittem, te fejezed be a házat, ami Chris találkozik Mel Jensonnal az ifjúsági központban. Chris Mel Jensonnal találkozik? Igen, Melnek volt pár ötlete, amit meg akart vitatni vele. Szerintem ez jó jel. Igen, igen, ez remek, remek. Chris nem mondta. Hirtelen jött. Rendben. Hello. Szia, bocsi, nem akartam rád ijeszteni. Megbeszélésünk volt Jane-nál. Ó, semmi baj, rendben, szia. Szia, vissza kell mennem az irodába, de meg akartam kérdezni. Tudom, hogy elfoglalt leszel a partin, de talán táncolhatnánk egyet. Hogyne? Remek. Oké. Nézd, csak azt mondom, hogy játssz a dérekör. Mit szoktam mindig mondani? Hogy mindig tartsd a szemed a labdán. És hogy próbálj egy lépéssel előrébb járni. Dolgozunk rajta, a héten gyakoroljuk. Szia, Rebecca! Szia! Mi? Szia, Rebecca! Szia! Készülnek a díszek a bulira? Így is van. Rárakunk magunkról egy képet a szülőknek. Ezt csináltam neked. Mit keresel itt? Én is épp ezt akartam kérdezni. Hallottál a meetingről? Így van. Igen. És azt hittem, hogy egy malomban őrlünk. Csapatként. Így is van. De Jane felhívott ma reggel, hogy Mel beszélni akar az ötletekről, és amúgy is bejöttem volna kosarazni, szóval... És? És ennyi az egész. Még egyszer elmondtam, amit gondolok. Nem takargatok előled semmit. Valóban? El akartam mondani, amint találkozunk. Rebecca, nézd, az előléptetés nincs eldöntve. Ugye hiszel nekem? Persze. És ezt őszintén mondod? Mert pár ajándékcsomagot még meg kell töltenünk. Őszintén, persze. Jó. Jó. Rendben, Bobby. Menj, menj, megoldom. Sziasztok! Szia! Szia, Kirby! Még egy nap. Tudod, ránk férne egy szabad nap. Sose veszek ki szabadságot. Igen, tudom. Pedig kéne. Megígértem Kirbynek és a csapatnak, hogy tanítom őket kosarazni a téli szünetben, szóval én kiveszek egy hetet. Akárhogy is lesz. Boldognak tűnsz, amikor a gyerekkel vagy. Az vagyok. Bárcsak a főbérlőmnek boldogsággal is lehetne fizetni, de sajnos nem lehet. Pluszban dolgozom, tudod, jól csinálom a dolgom, és jó lenne látni a munkám gyümölcsét. Mindig csak előre. Igen, igen. Ez a filozófiám. Mi van, ha nem jó irányba haladsz előre? El akarod ijeszteni a konkurenciát az indulástól? Dehogy is. Nem, szerintem jó vezető lennél. Kilöktél a komfortzónámból Jane-nel. Ezt teszi egy vezető. Könnyű volt, Rebecca. Én csak rámutattam arra, amit megláttam. Nézd. Sajnálom, hogy olyan pokrócként viselkedtem a legelején. Én meg sajnálom, ha túlságosan az agyadra mentem. Nem kifejezés. Felraktad a lábadat az asztalra. Tudtam, hogy végül megpuhítalak. Időben, hogy nekem tudj jelenteni. Vagy majd te jelentesz nekem. Na tessék. Hé, hey, Rebecca. Ez a hét. Igen, tudom, tudom. Rájöttél, hogy kibírhatatlan vagyok. Tudom. Max! Jöttünk segíteni! Épp fordítva. Sziasztok! Hoztunk vacsorát a kínaitól.
Hello! Szia! Boldog Hanukát! Á, köszönjük! Hello! Hello! Boldog Hanukát! Nélküled nem Hanuka a Hanuka, szóval inkább elhoztuk hozzád. Ó, Hógi, köszönöm. Szia, Sara! Szia! Mi a helyzet, tesó? Gyertek beljebb. Szia! Hello! Hello! Hello. Újság, Krisz! Jó látni! Pakoljátok ki a lányokat! Hello, mi újság! Igen, a kedvencem! Ne nyújj bele! Ebben van, essünk neki! Ma este mit játszunk? Jól van, induljon! Remélem, éhes vagy! Éhes vagyok, mit hoztatok? Hello, kölyök, hogy vagy? Tetszik neked? Mi van? Nem! De Krisz, a munkatársam! Együtt dolgozunk! És egy pozícióra hajtunk. Ez kizárt. Nézd, a siker fontos, de sokkal jobb, ha van valaki, akivel megoszthatod a dolgokat. Ne felejtsd el az életnek ezt az oldalát. Igen, tudom, tudom. És talán, ha ennek a partinak vége, szentelek időt a szerelmi életemnek, de túl keményen dolgoztam ahhoz, hogy bárki az előléptetés útjába álljon. Eljött az én időm, Sara, érzem. Szóval, Krisz és én, az ki van zárva. Nem már, most velem beszélsz. És nem hiszek neked. Jó van. De függetlenül az összes komplikációtól, szerintem barátnője van, és elhozza a buliba. Jól néz ki. Ó, jól van. Azokat a desszerteket a hűtőben tartjuk, amíg nincs itt az ideje, és csináltam nekik ott helyet. Á, a trón megérkezett. Az este főszereplőjének. Van helye ott a Mikulás falu mellett. Mondd el, hogy miért kezdünk ilyen korán? Csak 3 óra. Ez egy családi, Jane, a gyerekek. Emlékszel? Igen, gyerekek, igen. Nekik megvan a saját menetrendjük. Nem játsszuk túl. Mel Jensonnak be fog ez jönni? Miért ne jönne? Nem csak egy remek partit adunk, de a Bennett és Svenssonnál mi vagyunk mindez, amit ma este itt megmutatunk. Jól mondja. Te is tudod, Jane. A buli remek lesz. Tessék, nézd majd át. Köszönöm. Hát, köszönök mindent. Tudom, nem mondom annyiszor, mint kéne, de sokszor gondolom. Miért nem mész átöltözni? Mi itt intézzük, amik kell. Rebecca, neked is öröd kell. Tiéd a vendégszoba. Rendben. El vagy itt egy kicsit egyedül? Igen. Várok a vendégemre, hogy megjöjjön. Rendben. Krisszel remek munkát végeztetek. Esküszöm, Jane mosolygott is. 5 éve dolgozom itt, és ez nem vicc, most láttam először. Igen, jó csapat voltunk. Voltatok? A partinak ma este vége. Bent is együtt lesztek, de látom ám, ahogy egymásra néztek. Barátság. Tudom, hogy furán hangzik, 1 éve ülünk egymás mellett, és nem igazán jöttünk ki, de... Mindig azt gondoltam, hogy vicces. Az is. És okos, és ötletes, és egyedül vele szemben beszédhetek az előléptetésért. Látnod kéne, ahogy róla beszélsz. Mi? Csak úgy ragyogsz. Ez izzadság. Én futkároztam egész délen. Persze. Én nagyon akarom ezt az előléptetést, de nem akarom, hogy veszítsen, csak hogy én nyerjek. Ez fura? Nem. Ez a szerelem. Hagyd abba, ez barátság. Ha te mondod. Jól van, már is kijövök eléd. Rendben? Aztán neked is. Megjött a vendégem. Rendben.
Rebecca. Szia. Szabad? Rebecca? Igen. Melgenson megérkezett az unokáival. Négyen vannak. Nem tudok mit kezdeni az unokákkal. Én igen. Elnézést, Spencer. Ezt el kell intézni. Persze. De később bepótoljuk? Igen. Jövök. Nagyon menő. Oh, apa, anya! Szia! Szia! De gyönyörű vagy! Köszönöm, örülök, hogy jöttetek. Elnézést. Csomó móka vár még rátok. Ki kér sütemény? Rebecca! Igen, mennem kell, dolgom van, de van egy csomó süti a másik szobában. Szia! Szia! Oda néz! Büszke lehet a családod. És ha már család, rengeteg. Itt a gyerek. Segítesz, ugye? Itt vagyok mellette, Jane, bármi legyen is. Hát, ez lenyűgöző. Imádják. Legalább idénre ezt is letudtuk. Örülünk, hogy segíthettünk. Szép munkát végeztek. Köszönjük. Úgy gondoltuk, hogy a család az ünnep lelken, mindegy, hogy ki hogyan ünnepel, ugye? Mi családként gondolunk az ügyfelekre. Az alkalmazottakra is. Mert a dolgok mélyén ők azok, akik meghatároznak. Én is mindig így éreztem. Bocsánat, hogy mindenkit megzavarok, de ha bejönnek a nappaliba, akkor bejelentenék valamit. Ó, mi történik? Fogalmam sincs. Szóval először is szeretném köszönteni az összes barátot, rokonokat, ügyfeleket és munkatársakat. Mivel a ma este egy ünnepi parti, de nem mindenki ünnepli a karácsonyt, meg akartam emlékezni egy másik ünnepről, ami szintén ma este van. Hé, hey, Kirby! Hol van Kirby? Itt is jön. Mindenkinek bemutatnám Kirbyt, ő a kis testvérem a Dorothy Jensen Mentor programban. Ide, jó. Kösz, haver. Jó van. Szóval ma este van a Hanuka utolsó estéje. És reméltem, hogy Rebecca Hoffman és a családja elmondják a Hanuka imát nekünk, ha nincs ellenetekre. Velünk mondod? Igen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Asher kitshanu b'mitzvotav V'tzivanu l'hadlik ner She'et Hanukah Nem semmi csapatod van, Jane? Boldog hanukát. Szóval, ők fogják vinni az ügyemet, vagy te leszel? Nem tudnék jobb társaságot a Jensen Alapítvány új projektjeihez. Mindent beleadunk. De még nem találtam ki, hogy ki legyen a vezető. Vártam, hogy meglássam, hát ha az egyik senior menedzserem majd kimagaslik a sorból. Kettőnek és sikerült. Mivel még nem döntöttél, volna egy ötletem, ha érdekel. Köszönöm, hogy jöttetek. Szóval te és ez a munkatársad ott. Bár az az érzésem, hogy talán több is, mint munkatárs, ugye? Sajnálom, Spencer, én tényleg nem tudtam, hogy ez lesz. Néha így alakulnak a dolgok. Igen. Nem lenne fair bármivel is áltatnom téged. Értem. De ha bármikor ügyvédre lenne szükséged, tudod, hol talál? Igen. Úgy vélem, nyárra már be is vesznek társat. Boldog Hanukkát, Rebecca. Köszönöm. Ez volt a randi? Uh-huh. Kirby?
Látod, azt hitted, hogy egy nőt hozok. Féltékeny voltál. Nem voltam az. De egy kicsit az voltál, semmi baj, bevallhatod. Vadd be. Kérnélek, kettőtöket a dolgozomba. Jane, az előléptetést Krisznek kell adnod. Régebb óta van itt, és mindenbe beleteszi magát, amit csak csinál. Mindenkire hatással van. Elég. Rebekának sokkal több tapasztalata van. Ez az egész az ő ötlete volt. Miatta tudjuk végül lezárni ezt az ügyet. Nem, Krisz egy született vezető. Ahogy elég, ő is. Elég volt. Jön. Rendben. Mr. Jensen. Mel, kérem. Szóval, kettejüknek köszönhetően is, Jane hírnevének is, a Bennett és Svenssont választottam a 12 ifjúsági központ megépítésére. Nem fog csalódni, Mr. Mel. Szerintem sem. És eldöntöttem, hogy kié legyen a vezetői poszt. Úgy hiszem, hogy a Rebecca lenne a legjobb erre a pozícióra. Helyes döntés, én teljesen megyek. Habár... Kedveli a központomat. Imádom a központokat, azok a kedvenc helyeim. Nézze, fel akarok venni egy vezérigazgatót az új birodalomhoz. Arra gondoltam, miért ne legyen valaki a fejlesztői oldalról, aki már amúgy is ismeri a központjainkat. Rád gondolt, Krisz. Tényleg? Tényleg? És ez csak a kezdet. Szeretnék egy központot a város minden parkjában. Úgyhogy ha elfogadja, később megbeszéljük a részleteket. Elfogadom, még szép, hogy elfogadom. Ugyanez igaz rád is, Rebecca. Én is egyértelműen elfogadom. Jól van, megegyeztünk. Most, hogy ezen is túl vagyunk, visszamegyek a partimra. Köszönöm, Jane. Gratulálok mindkettőnek. Én is visszamegyek a partira. És már alig várom a közös munkát. Mi is nagyon. Te elhiszed ezt? Gratulálok, hát ez... Erre a forgatókönyvre nem is számítottam, mindketten előléptünk. Hát úgy tűnik. Nem is lehetne tökéletesebb. Úgy örülök neked. Én meg neked örülök. Nélküled nem sikerült volna. Te segítettél magabiztosnak lennem, és hinni magadban. Ezért nagyon... Hálás vagyok. Könnyű volt. Én csak tényleg ezt láttam. Egy különleges embert. Te meg megajándékoztál, hogy a családoddal lóghattam a héten. Az őrült hagyományokkal. És várj, nem őrült. Egyedi. Örömmel láttunk téged. Még ha tönkre is tetted a nyerőszéri. Igen. Ja. Azért elnézést. Jaj, ugyan. Mi van az öltönyös fickóval? Ő minden, amit valaha is akartam. Mielőtt tudtam, hogy mit akarok. És mit akarsz? Új hagyományokat veled. Minél őrültebb, annál jobb. Én is csak erre vágyom. Ezt a kört én fogom nyerni? Semmi gond. Mert én már így is nyertem. Boldog karácsonyt! És boldog Hanukkát!